I have you covered. Hello, Rusia, Szexirius, ez pedig nem más, mint a hétfő délelőtti stream. Jó reggelt, Tasika, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 30 hónapot, ráadásul Tier 2-t, elképesztő állat vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos reggelen. Ne higgyetek Nifónának, a hétfő szép. De igazából ezt valószínűleg csak az mondatja velem, hogy epres banános zapkásával indítottam a napot, és utána felfújtam a gyerek medencét, és amit ugye nyilvánvalóan csak egy apa tud rendesen felfújni, tehát hogy az így nincsen, azt is senki más nem tudja úgy igazán úgy felfújni, ahogy egy apa fel tudja fújni, és és már kint pancsikol benne. Egyelőre egy erős 3 centényi vízbe, mert ennyit tudtunk megfelelő hőmérsékleten biztosítani közben. Illetve képzeljétek el, a másik, ami határozottan... Egyébként valószínűleg el fognak minket vinni börtönbe, de biztos, hogy fel fognak minket jelenteni, mert... Nem szivárvány színű a medence, mert csak 3 szín van benne, de az nem ugyanaz a 3. Na mindegy, szóval képzeljétek el, szerintem olyan másfél-kettő hónapja, akár több, ma ébredtem először fájdalommentesen. Nyilván utána elmúlt a dolog, de hogy ez már egy tök jó jel, ahhoz képest, ahogy az elmúlt időszak ment. Bizony, ráadásul ez azért nagyon-nagyon király, mert tegnap többször is megemeltem a gyereket. Ugyanis voltunk, ez ilyen nagyszülős hétvége volt, és voltunk a apumnál, tehát a mi oldalunkról nagyszülőknél is, és ők először is elég messze laknak, de másodszor, a múltkor, amikor voltunk, nem tudom, 3 hete, akkor lecicáljuk. Szia Imi, sziasztok Imi nézők, köszi szépen a rédet! Remélem jól tehet a délelőtti reggeli stream, mi ott játszottatok? És mostanra lett egy kis kutyájuk. No, buzi, nagyon cuki kutya. És a gyereket nagyon érdekli, de halálosan rettek tőle. Szóval több olyan képet is lőhettünk volna, ha fotófókuszabb lett volna a dolog, ahogy a gyerek így menekül, és a kutya meg halálul, jó kedvel rohan utána, mert azt hiszi játszanak. Abzu volt a gamma. Mario foci meg Abzu. Holy guacamole, Imi 4-11-re már 2 játékos streamet letolt. Mert nem 2 darab játékos streamet, hanem 1 darab 2 játékos streamet. Hát ez mennyire? Mennyire durva már? Én azt hallottam, hogy ha 30 fok felett fájdalom nélkül kezd... Ó, 30 felett, nem 30 fok felett. Nem 30 fok felett. 30 felett fájdalom nélkül kezd, akkor valószínűleg meghaltál. Ó, Mario foci és Abzu, tehát hogy nem Mario foci. Kivétel a Pilates-izel. Imi, ha még itt vagy, lesznek majd kérdéseim a Pilates-szel kapcsolatban. Tessék felkészülni porckorongsérv Pilates kapcsolatára. Mert hogy bizony Viktor valami dolgot keres, amit lehet ilyenkor. Na mindegy. Szóval, még nincs kész a hétmenetrendje, mert megkavarodtak a dolgok, és átcsúszott a D&D, meg a szia. Szia Imi, legyen gyönyörű napod, meg az egész heted, meg a minden, és egyszer beszélünk. Pinky promise. Szóval megkavarodott az egész hét. Nyilvánvalóan értek, csütörtök D&D, de hogy nem csütörtökön lesz a D&D, hanem sokkal inkább ma. Szóval az a terv, hogy ma este D&D a Fun with Geeks csatornán, ma délelőtt City Skylines, ez eddig a menetrend. És tudok nektek mondani dolgokat, hogy miket tervezek a hétre. Tervezek Roots of Pakát, Power Wash Simulátort, Minecraftot, Crusader Kings-et és Hydroneer-t. A Power Wash Simulátort mondtam? Mondtam. Ezeket tervezzük, de még nem tolt. Jó, meg szerintem Stardew Valley-t is. És egyébként ez lehet, hogy az összes streamslotom volt, hanem több, mint amennyi streamslotom van a héten. Úgyhogy ezeket majd szépen beírogatjuk. Van már, amit tudok, tehát hogy mióta beírtam azt a kommandot, amit most a menetrendre kiírja, hogy még nincs menetrend, azóta lefixáltuk, hogy csütörtök délelőtt 10 lesz a Power Wash Simulátor.
Pénteken viszont valószínűleg hamarabb kéne kezdenünk streamelni, mert 12-re már át kell érnem Budára, amire egy órát hagytam, kocsival megyek, amire egy órát hagytam, és aztán ezt elmeséltem a Pumnak, aki így rám nézett és felröhögött. Úgyhogy azt hiszem, az egy óra nem lesz elég. Láttad, hogy összevonják a két Minecraft verziót? Nem, de nem vagyok boldog. Mikor megyek? 12-re megyek. És feljutnom 12-re a Királyhágóra. Királyhágó útja, vagy valami. Egy vásárlással megkapod mindkettőt. Az nem ugyanaz, hogy összevonják. Mármint az összevonás azt jelenti, hogy a Jávásban is megérkeznének a mikrotranszakciók. Nem lehetne modolni. Én másfél órát hagynék, vagy két órát. Mennyit? Kettő órát? Hát akkor megyek izébe, kommandós kúszásba. Királyhágó tér. A Királyhágó az nem tér. Az utca. Vagy út. Királyhágó útja, Tingi. Ott van a Gerinc klinika. Na, oda megyek. Magas épület, sok emberrel, aki húzza a lábát. Na, srácok. City Skylines. Az van, hogy az utolsó epizódban. Várjatok. On previous episodes. Vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Csináltunk egy fantasztikus dupla körforgalom kombót. De sajnos miközben építettük. Az alatt lerohadt minden más. Szóval lehet, hogy lesznek gondok. Először én szívraut kaptam, amikor elkezdtem olvasni a cikket, de igen. A lényeg, hogy egyet fizet, kettőt kapsz. Jó, az mondjuk menő. Az mondjuk menő. Nekem ugyan megvan mind a kettő. Három. Az androidos. Négy az Xboxos verzióval együtt. Öt, mert szerintem PlayStationre is megvan, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy legyen meg mindenkinek. Viktor, képzeld, én is rendeltem bringát. Igaz, nem 5,5 millióért. Osztál, ha nem 5,5 millióért, mire vered a nyálad? Milyen biciklit rendeltél? Szerintem iOS-re nincs meg. Szerintem a PlayStation-re sincs meg. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Játszottam el PlayStation-en, de lehet, hogy Play It volt. Attila, nagyon szépen köszönöm a 13 hónapot, nagyon király vagy. A Google Maps azt írja, hogy... 30... Minusz 1 óra 10 perc köbe az út. Ez nekem nem... Úgy hallottam, hogy 5,5 millió alatt nem bringa a bringa. Nem, az alatt csak roller extrákkal. Roller with benefits. Na szóval, viccet félretéve, 30 perc kötőjel 1 óra. Igen, ezt írja a Google Maps, de sem mindenki más azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy a kérdés az, hogy a Google Maps-nek hiszek, és Decathlon Triban RC 120, belépő szintű országúti, karbonvilla és tárcsás. Kezdésnek meg fejlesztésnek tökéletes lesz. Abszolút. A Decathlon vázakat mostanában nem tudok róla annyira nagyon sokat, mint amennyire most el kell fogok kezdeni okoskodni. De hogy a Decathlon vázakra azt mondják mostanában, hogy tök jók, és tök jó kiindulási alapok fejlesztés. Pff, error, te vagy már az error. Ó, az mondjuk ez egy fixebb error, mint általában. Oké, eltűnt. Minden rendben van. Google kicsit lazán kezeli a dugóban csücsülést. Jó, de az sétatempó, sétatávolságokat, meg sétaidőt is egyébként. Tehát, hogy én alapvetően gyorsan sétálok, de hogy soha, de soha nem sikerül annyira gyorsan sétálnom, mint ők gondolják. Szóval, üdvözlök mindenkit az abszolút nem szénné modolt City Skyline sorozatunkban, ahol még a modokra is külön modjaink vannak. Ez itt a csodálatos városunk, amit immáron 10x millió epizód óta építünk, de alapvetően kijelenthetjük, hogy nem a várost építjük ennyi idő óta, hanem a kereszteződéseket. Mike, nagyon szépen köszönöm a 40 hónapot, nagyon király vagy, tényleg nagyon szépen köszönöm. Remélem jól vagy, remélem minden oké. Elsősorban ezeket a kereszteződéseket.
Camilla Sisse, nagyon-nagyon szépen köszönöm a második hónapot, örülök, hogy jól érzed itt magad. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval ezeket a kereszteződéseket építjük ennyi ideje. Itt van például ez a kereszteződés, ez abszolút a kedvencem. Abszolút bedugíthatatlannak tartottam egészen addig, ameddig be nem dugult. Valószínűleg egyébként, tehát hogyha racionális várostervezést akarnánk folytatni, akkor ezt az egészet letúrnánk a retekbe, és egyszerűen visszaraknánk egy gettó kereszteződést, és más kerülő utakat adnánk inkább, de semmi baj, ez már itt van, emlékeztet minket a 70-es évek mozgalmaira, bár egyébként nem, mert van a közepén egy körforgalom, szóval azért olyat nem láttunk akkoriban, de nem ez a lényeg, szia Vivi! Ó, nálunk is, abszolút. Illetve van ez a gyönyörű kereszteződés, ami meg abszolút a, abszolút a, az autós közlekedés modern mozgalmainak egyik sarokköve, és hogy hívják a koronákon azt a gyémántot, ami a legnagyobb és a legszebb? Égköve? Az az égköve? Itt konkrétan... Szia, Buba! Ez a világ legjobb kereszteződés. Oké, ott valaki benézett egy lámpát, de értitek, ki ne nézne be lámpát soha. Szóval ez itt az égköve, de a legmodernebb dolog az mégiscsak itt ez. Tehát ami itt történik, kérem szépen, feltűnhet sokatok számára, hogy a környező utcák közül egy nincs bekötve. Ez azért nincs bekötve, mert nem tudtam bekötni. És nyilvánvalóan én, mint közlekedésfejlesztésben abszolút maximálisan jártas ember, úgy döntöttem, hogy akkor nem kötöm be, és innentől kezdve ez itt egy, oh god, ez egy zsákutca, aminek a végén van egy iskola. Ami nyilván azért cool, mert milyen nyugodt lehet ez az iskola és a környéke. De semmi baj. Ezen kívül pedig ezen a körforgalmon áthajtanak villamosok is. Csak hogy úgy igazán minden rendben legyen. Szia, Szakszó! Ki ne nézne be lámpát? Hát de nézd, átment a dolgokon. Na, ez van. El akartam olvasni ezt az üzenetet, de Búvó bannolta az íróját, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nem akartam elolvasni ezt az üzenetet. Szóval ez van. Közlekedéssel szenvedünk. Próbálunk bátorítani embereket a kerékpározásra. Milyen pici épületek? Shopping mall. Shopping mall-ka. Erre ezt nem hívnám azért shopping mallnak, tehát hogy ez boltnak is nagy. Boltnak is kicsi. Már is felejtettem, micsoda móka ez a City Stream. Hát haver. Na és akkor itt közben vannak mindenféle tömegközlekedési dolgok. Meg dugók, meg tömeg nem közlekedési dolgok. Ezt a részt is átépítettük mostanában, sokkal több körforgalmat raktunk, és sokkal kevesebb utcát. Ami egyébként probléma lehet, mert kellenek ezek az ipari zónák. De megpróbáltuk ugye bekötni őket még egy extra úttal, ami egyébként megnyitotta a lehetőségeket számunkra arra, hogy használjunk villamost, és összekössük ezt a villamos hálózatot. Igen. Célba ért Szakszó, és aztán beszéltem Dave-vel, és aztán eltelt a hét. És abszolút nagyon-nagyon igyekszem, hogy egy időponttal jussak vissza hozzád minél hamarabb. Igen. Na, szóval, hogy valószínűleg behúzzuk ide is a villamost. Én szerintem ezen a kereszteződésen is nagyot segítene egy villamos. De most frankó, húzzunk át rajta keresztbe egyet. Viszont akkor miért állunk meg ott? Értok, ez a kettő, ez az út. Ez nincsen bekötve sehova. Aha. Vel, az, hogy itt ekkora kapacitású út megy ebbe az irányba, az abszolút... Ja, a villamos mindenen segít. Ne, a villamos mindenen segít. Szóval azt kéne csinálni szerintem, hogy hozunk egy villamos útvonalat, ami innen jön először is. Ezt a kereszteződést... Ennek vége. Nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon tetszik, jelenleg nincs is hatalmas dugó, de közben... Csinálhatnánk oda is egy ilyet. Mármint értitek. Tehát, hogy...
hogy alapvetően tetszik ez az ív, biztos, hogy nagyon király vezetni, de hogy látjátok itt mi történik. Bár még most nem áll itt akkora dugó, de mondjuk innen igen. Úgyhogy azért... Szét akarjuk verni. A városunk lelkét és karakterisztikáját vennénk el ezzel, viszont lehet, hogy jobb lenne a közlekedés. Szia, csap-csap! Örülök, hogy újra pörög a City Skylines. Ó, én is. Nem is tudom, miért hagytam abba. Aliszett, nagyon szépen köszönöm a 23 hónapot. 26? Csak nem tudok olvasni, mert éppen dörgölöm a szemem. Nagyon király vagy. Üdvözlő, hogy telik a nap. Én arra ébredtem, hogy a jobb fülem bedugult, és ne idegesít. Ó, a bedugult fülek. Először is. Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, mint bedugult fülekben, arányaiban jártasnak tekinthető embertől. Ne piszkáld. Ne. Piszkáld. Semmilyen körülmények között ne piszkáld. Nagyon-nagyon rossz lehet, ha piszkálod. Esetleg, ha már van sok éves rutinod, ami nem lesz, ha nem piszkálod, akkor talán, de hogy nem szabad. Na jó, verjük ezt itt szét. Go orvos, fülmosás, már nem, egyébként azt hallottam, hogy már nem mosnak, tehát a legtöbb helyen nem mosnak már fület. Hanem a porszívózás kingit csinálják. Na jó van. Hogy örülnek neki, hogy elvettük innen ezt az utat, ha tudnátok? Hogy telt a hétvégén? Well! Fantasztikusan. Képzeljétek el! Tegnap... 5:40-kor kelt a gyerek. Ennyi. Ennyit szerettem volna mondani. Remélem délután. No. 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 Szóval 5:40-kor kelt a gyerek, és én keltem vele, mert nem tudom, felébredt az agyam. Általában, szóval úgy csináljuk egyébként általában, hogy nem, tehát ha az egyikünk már felkelt, akkor a... akkor nem feltétlenül keltjük fel kötelező alapon a másikat. Vagy értitek, ha felkelt már, akkor visszaaludhat. És hogy én ott teljesen felébredtem, szóval... Túlén... valami nem oké. Hol van a... Úgyhogy 5:40-től játszottunk a gyerekkel az udvaron, egészen 11 óra 30-ig, amikor is elmentünk mindannyian aludni a retekbe. Oké, valami nem jó. Ti látjátok a free lane dolgokat? Nálunk a család fel a hajnali 4-kor kell, nem tudom, hogy mi baj az 5:40-nel. Én tudom. Hol vannak a három sávos dolgaink? Szóval, hogy... De egyébként... Szóval az van, hogy nyilván, értitek, nyilván így nem volt jó élmény felkelni, meg mit tudom én, de amúgy a gyerkőccel meg kint játszani az udvaron utána, most fedezte fel a slagot. Az meg igen. Tehát, hogy értitek, tehát, hogy így persze az a része tök jó volt. És aztán meg átugrottunk Fateromhoz, ami meg azért szuper izgalmas, mert egy, nyilván találkozunk Faterommal, ami nyilván cool, de hogy közben ugye vezethetek egy csomót. Ők elég messze laknak, és vezethetek egy csomót, ami tök jó. Úgyhogy vezettem egy csomót. Medence meg lett neki töltve, de megám, megnéztük, hogy mennyi... Mint ha eltűnt volna egy csomó minden. Lehet, hogy nem tűnt el. Oké, a megtöltve az egy erős szó. Szóval, hogy lett belerakva víz. Nem lett tele, de hogy azért így el tud benne így játszogatni. Na, akkor ebből a kereszteződésből indulunk. A másik oldalon olyan jól működött. És az a kérdés, hogy ezzel az utcával mit tudnánk itt csinálni.
Ó, van egy ötletem, hogy mit tudunk csinálni ezzel az utcával. Shit, de nincs olyan út típusom. Aj, már! Most fedezte fel a slagot, sokáig bírtátok. Hát az helyzet buba, hogy nem fogok hazudni, de hogy lehet, hogy most le kellett másznom beolvasni a vízórálást, és lehet, hogy eddig ezen a nyáron be se volt kapcsolva a... Be se volt eddig kapcsolva szerintem a víz. A kerti slagnál, ugye ezt kikap, azt leállítjuk, lekapcsoljuk térre, és egyszerűen most így nem tudom, nem kapcsoltam vissza. Oké, nekem itt komoly terveim vannak, oké? Mad Men's, köszi szépen a 13 hónapot, fordítok, elzárjuk. Ó, tényleg igen, ezt elzárjuknak hívják. Jó, szóval, hogy elzárjuk ugye térre, és most jutottam oda, hogy kinyissam. Ha már az elzárjukat használom, akkor értitek, akkor miért ne? Nopiti nop. Is that a főútvonal? Igen, szerintem annak ott főútvonalnak kell lennie. Azt, hogy ebből hogy csinálunk valami hasznosat, az még egyelőre nincs feltétlenül előttem. Főleg úgy, hogy nem jönnek ki a sávok, ugye? Ez egy komoly körforgalom gyakorlás. Téren is elzárom, leeresztem, sajna le kell mászni az aknában miatt, amit utálok, mert nincs létra. Én nekem két havonta kell lemásznom az aknába, mert nem van a vízóra. És ugye albérletben úgy számolunk el így a vízzel, meg az ilyenekkel, hogy... Oké, próbáljuk meg bekötni, ezt meglátjuk. Szóval úgy számolunk el a vízzel, meg ilyenekkel, hogy két havonta küldök órálásokról fotót. És akkor az alapján ki számolja a tulajunk, hogy mennyi az annyi. És akkor nyilvánvalóan ezt két havonta hozzácsapjuk a... Vaj, jó, halló? Thank you. Szóval így ez a trükk. Ahhoz minek lemászni? Van neked telefonod, mert kétszer a zoomod. Az a vicces, egyébként ezt pont veled beszélgettük. Már egyszer. Hogy azért kell lemászni, mert... Szia Soma! Ilyen... nem tudom miért ilyen... Az üveg... Tehát az a plexi, ami letakarja az órát, annak vannak ilyen kiálló részei, amik így tudjátok így... Nem tudom, így rá vannak öntve. Nem tudom miért. Tényleg nem tudom egyébként miért. És azok úgy torzítanak, hogy egy adott irányból lehet csak jól fotózni a cuccot. És ez az egy adott irány, az egy olyan irányban van, amelyik irányban nincsen... amelyik irányban nem lehet egyébként föntről állva ezt elintézni. Oh, ez nem jó. Ez nem jó. Szóval emiatt le kell mászni sajnos. Egyébként próbálkoztam ezzel, meg volt ilyen izém, volt ilyen selfie stickem erre a célra. De az a helyzet, hogy nem láttál nagyon jól a feladatot. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz vele ott fent hajolgatni, és egyszerűbb leugrani. Bár egyébként nálunk mesztelen csigák tenyésznek, szóval lehet, ezt addig mondom, ameddig egyszer, nem tudom, elkapnak, berángatnak, és megölnek. Ilyen selfie stickem is van. Ja, van selfie stickem, azzal is csináltam. Azzal könnyebb a szög, de közben végeredményében gyorsabb egyszerűen csak befotózni. Oké, kíváncsi leszek rá, hogy ez a körforgalom mennyire fog működni. Vannak itt ám érdekes sávválasztási dolgok. Egyébként nálunk jön a leolvasó emberke, szóval nekem nem kell csinálni semmit. Hát ő így évente jön. Vagy legalábbis nálunk így... Nálunk így évente jön.
Oké, szóval, nézzük át, mi történik itt. Bejönnek ebbe a sávba, mennek ebben a sávban, kijönnek itt. Bejönnek ebben a sávban, mennek, kijönnek vagy ott, vagy ugye tovább mennek oda. Bejönnek ebbe a sávba, várjatok, itt bemennek abba a sávba, ott bemennek abba a sávba, és ki tudnak hajtani. Ó, wow, itt meg tudnak fordulni az autók. Ezzel baj lesz, srácok, azt eddig sose engedtük, hogy meg tudjanak fordulni az autók. Vérszemet fognak kapni, és mindenhol követelni fogják, hogy meg tudjanak fordulni. Vagy hogy legalább pár helyen meg tudjanak fordulni. Mindenhol meg tudjanak fordulni, ez egy erős túlzás. Jó! Ha minden igaz, akkor ez azért lehet jó, mert az innen érkező autók gyakorlatilag akadálytalanul tudnak automatikusan ide sorolni. Ami miatt nem lehet jó, mert innen csak ebbe a sávba, szóval, hogy e között a kettő között őnekik át kell sávolniuk majd. Ez olyan város, ahol elvéted a kanyart, és akkor egyszerűbb letelepedni az új város részben, mint visszamenni oda, ahol... Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Na, ez volt az, amitől féltem. De csak kicsit féltem igazából. Mondjuk azt a részét nem feltétlenül vágom, hogy a kinti részről miért. Miért akarnak mindenféleképpen átsorolni? De még így is azt kell, hogy mondjam, hogy ez így dinamikusabbnak tűnik egyébként. Mint ami eddig volt. Főleg mivel átmennek keresztbe egyenesen. Bár ezzel nem számoltam, hogy az szabad. Ez a szegedi körforgalom mintájára épült? Egyszer el fogok menni megnézni ezt a szegedi körforgalmat. Nem! De van benne villamos, és azt hallottam, hogy a szegedi körforgalomban is van villamos. Szóval ilyen tekintetben talán egy kicsit mégis. Képzeljétek el, hogy körforgalomban laktok. Szia Tibró, mi a helyzet? Hogy vagy? Szóval aki megmagyarázni, hogy ti... nem kell megmagyarázni. Mindent értek, srácok. Oh no, ezek új ikonok. Ki az Isten találta ki, hogy új ikonok kellenek ebbe a videójátékba? Ráadásul egy modder. A játékfejlesztőkből még kinézem, hogy kirúgják egyszer csak alólad az asztalt új ikonokkal. Jó, ez egy erős túlzás azért. Oké! Munka, szokásos. Szém. Igazából egy körforgalomban lakunk, az a neve, hogy M0. Egyébként ez nincs is befejezve. Mert mint értek, még csak nincs is körbevezetve. Náluk az egyik kutya messzenetség a gyilkos, imádja őket. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e Dani business indításon mostanában, de lehet bérelni tőletek messzenetség a gyilkos kutyát? Viktor, elmegyek megnézni a szegedi körforgalmat. 7 éves lányom kuncogva felüti a Google Maps-et, és elmegy megnézni bármit a földön. Jó, örülök annak, hogy autó meg shit, oké? Okay? Na, azt nézzük meg, hogy ez hol dugul be. Mert ez viszont be... Ha. Itt mindenki balra akar menni? Nem, legkevésbé sem. Akkor ti mi az Istenért vagytok mindannyian bedugulva attól, mert... Mi van akkor, ha itt húzunk egy olyat, ami nem egy nagyon elegáns dolog, de rengeteg ilyet csináltunk már ebben a sorozatban, hogy ez csak és kizárólag abba az irányba kanyarodik. Szerintetek kit kéne? Nem tudom. Kivel kéne nagyon jó barátságba keveredni ahhoz, hogy a buszok ne egymás popójába járjanak mindenhol? Odaadom, csak ne hozd vissza! Oké, ez viszont az egyenesen haladáson valamennyit segít. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy rengetegen. Holy, mi van ezekkel a villamosokkal? Jó, ez az utca, ez itt nem jó. Ez az utca, ez itt nem jó. Jó, merre megy ez a buszútvonal? Aztat mutassad meg nekem. Arra megy a buszútvonal. És ott vége van a buszútvonalnak. És merre mennek onnan a buszok?
Tovább. Oké, okay, ezt a megállót innen elrakjuk, ez itt nem állapot. Azért van itt egyébként a megálló, mert itt ők mindenképpen ebben a sávban akarnak lenni. Ami egyébként teljesen értetlen számomra, hogy miért. Miért akarnak ők mindenképpen abban a sávban lenni? Oké, okay, buszközlekedés. Úgy van a megálló. Buszmegálló, azt a buszmegállót elegánsan... Oh, yes, oh sweet Jesus. Yes, ezért van ott az a megálló. Mit szóltok ahhoz, ha csak nincs többet? Ez nekem csak egy arrébb tolt problémának tűnik. Hogy néz ki ez a kereszteződés egyébként is? Mi van veled? Mi van veled, fiam? Hát hogy nem lehet normális kereszteződéssé válni? Szia, Viki! Valami baj van a hangommal? Tróger MC, köszi szépen az 50 csírt. Jó van, tudjátok mit? Nézzük meg Google Maps-en a körforgalmat. Hát alapvetően mondhatjuk azt, hogy erről lett mintázva, bár azért itt vannak így extra izgalmas dolgok. Mindenféleképpen. Mindegy, úgyis valamikor majd biztos, hogy kell menni Szegedre. Oké, okay, nem tudom jelenleg miért kéne mennem Szegedre, de hogy értitek, ha úgy alakul, akkor majd elmegyek, azt megnézem. Szia Ziggy, mi a helyzet? Hogy vagy? Megnyitottam Kim Twitch oldalát és téged hoztol. Pont annyi volt a különbség, hogy robot lettél. Nem esett le. Jó, hogyan tudnánk kigyomlálni azt a dolgot, ami itt történik? Először is, mi történik itt egyáltalán? Egymás popójában járnak a rózsaszín buszok. Oké, okay, ezt értem. Egyébként ezt itt, ha megnézitek, ez tök jól tartja magát. Ez tök jól tartja magát. Szerintem ezek az átalakítások, ezek most elég sokat segítettek. Ez itt szerintem az, hogy ott lehet átkanyarodni, az tök jó. Innen sokkal dinamikusabban ürülnek ki az autók. Az egyetlen nagyon tragikus pont jelenleg az a városunk. Nem, egyébként ez egyetlen nem igaz. Az egyetlen nagyon-nagyon tragikus pont az ez itt. Minden rendben van a kis családdal? Abszolút! Abszolút! A gyerek valószínűleg azóta se szállt ki a medencéből, ahogy ismerem. Nagyon szeret vízben játszani, szóval... És hogy őszinte legyek, én se tennék mást. Bár tény és való, hogy valószínűleg nagyon hülyén néznék ki a 80 centi átmérőjű, ilyen tudjátok, ilyen kis kör alakú medencében. A fiad egy kacsa. Igen, egyébként, igen. Négy sávossá tenni? Na, a sávok számának növekedése triggereli a... Viszont tudod, mi lenne nagyon cool? Buszsáv. De hogy tudod, miért nem lenne megoldás? Mert azért állnak a buszok, mert a kicsit előrébb, szóval, hogy az az érzésem, hogy itt ebben a specifikus szituációban pont nem segítene a buszsáv, mert a kanyarodással van a baj. Jó, ezt szeretném arrébb vinni, ezt a megállót. Oda. Na, take that. Hm? Ez mit szólsz? Busz helyett metró, de hát épp itt kapcsolódik a busz és a metró. Mert mint hogy úgy értem, hogy oké, itt pont nem kapcsolódik a busz és a metró. Hol kapcsolódik a busz és a metró? Itt. Ez a megálló az, ahol kapcsolódik a busz és a metró. Innen egy kicsit messze van mondjuk. Nem lehetne ezt a metrót közelebb rakni ahhoz a buszhoz? Mondjuk nem tudom. Tudom, hogy nem lehetne arrébb rakni egyébként a metró állomásokat. De ez egy videójáték. Átrakom oda. És csak egy kicsit át kell alakítani azokat a metró, értitek, vágányokat. Is that a metró? Yes.
az az érzésem, hogy itt valami nem jó. Ha engem kérdeztek, itt valami nem kóser. Oh yes. Here we go again. Hogy is oldottuk ezt meg? Miért kéne ezt egyáltalán megoldani? Szerintem ez tökéletes. Pont olyan, mintha Gotham City-ben készítették volna. Oké. Próbáljuk meg máshogy. Az lenne a trükk, hogy ahogy most megpróbáljuk, annak jónak kéne lennie. Ellenben ugye az előzővel, ahogy megpróbáltuk, amikor is nem volt jó. De hogy ne akarjál már csatlakozni a semmihez, kérlek! Oké, miért is nyúltam hozzá a metróhoz? Ez ennyit nem ért. Bal oldalt az alagutat választ. Ó, tényleg, lehet, hogy az zavar be. Bal oldalt, alagút. Mert értitek, hova építjük a metrót? Az alagútba? Nem, nem alagútba, biztos nem építünk metrón. Az a kettő ott nem csatlakozik, azok csak úgy néztek ki, mintha csatlakoz... Oké, még mindig úgy néznek ki, mintha csatlakoznának. Oké, van-e itten metró? Metró útvonal? Nincs. Flat nincs metró útvonal. Oké, semmi baj. Ez abszolút megérte, srácok. Let me tell you that. Oké, most megint át kell kattintani. Nem, alagúton van még. Én szerintem az sem csatlakozik. Ezt nem tudom olyan jól megmondani, Oké, az ott csatlakozik, az biztos. Oké, és most az is csatlakozik. Pont ugyanúgy néz ki, mint az eddigiek. Jó, akkor lehet, hogy eddig is csatlakozott. Oké, semmi baj. Szerintem az állomáshoz nem csatlakozik. Yes. Yes, nagyon úgy tűnik. Képzeljétek el, ha így építenének a valóságban is metrót, hogy jó, húzd meg még egyszer, hát ha most jó lesz! Ferikém, vedd már komolyan, amit csinálsz! Jó, mindegy, újra csináljuk! Szerintem most nincsen. Oké. Béla, itt miért balra, miért nem jobbra megyünk? Béla, jó irányba kanyarodjál már az ég szerelmére, könyörgöm, köszönöm. És ezt tudjátok, ilyen hangos bemondón kéne magyarázni. Nagyon jó. Nem teljesen. De én nem látom semmi okát annak, hogy az ott ne legyen. Szóval valószínűleg rá fog jönni, hogy van. Nézzük, merre megy a metró. Jó irányba megy a metró. Nem kellett neki semmi más csinálni, csak megmondani, hogy melyik az az irány, ahova menni kell. Na, mindezt azért csináltuk, srácok, hogy a jó embereknek itt 10 centivel kevesebbet kell gyalogolniuk. De ki ne akarná, hogy a jó emberek 10 centivel kevesebbet gyalogoljanak? Hm? Hogy elsétált mellettem mindenki? Valaki menjen már le a metróba, nem azért raktam arrébb. Ó, egy csomóan rájöttek, hogy máshol van a metró lejáró. Pont így nézhettem ki, amikor a Deákat újították. Oké, nem tudom, hogy a Deákat újították-e egyáltalán az életemben. Úristen, ti emlékeztek arra, amikor a Deák téren tartottak egy downhill versenyt? Hát az mennyire flash ötlet volt már. Ez történik, ha Pete és az E-t is háromnak vesszük? Mindent háromnak veszünk. Na nézzük! Javított-e bármit az, amit csináltunk? Not at all. A villamos dugóról nem is beszélve. Miért van itt egy villamos dugó?
Az van, hogy lehet, hogy igazából ez egy elektromos járta. Fel lehet szállni, és aztán így megy. Miért vagytok egymás segében? Illetve miért nem érdekelt titeket, hogy arra nincs... Oh, mert hogy... Értett ők. Oké, mindegy. Jó, ez a rész, ez nem javult semmit. Romlott a többi? Nem, egyébként nem. Oké, akkor ezt a részt ezt most itt ki fogjuk szortolni. Addig nem megyünk innen el, ameddig ez itt nem szortolódik ki. Azt veletek, mi van, srácok? Ó, nézzétek! Uii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 
Lehet, hogy ebből az irányból segítene az, ha egy kicsit több lenne a sáv. Hova szeretnétek tik menni? Ó, éreztem. Annyira éreztem. Úristen, ez a város egyetlen helye, ahol meg lehet fordulni. Ez a város egyetlen helye, ahol meg lehet fordulni, és ide jár mindenki megfordulni. Tudjátok, mint amikor az elefántok visszajárnak ugyanoda meghalni. Mert nem ugyanaz az elefánt jár vissza ugyanoda meghalni. Jó, lehet, hogy igazából hülyeséget is beszélek. Na! Palli, köszi szépen a 20 hónapot, betegen fekszem itthon, úgyhogy nagyon vártam, hogy legyen stream. Szép napot, neked meg jobbulást, meg pihenjél. Ide kell rakni a fizetéskaput, úristen, mekkora biznisz lenne, oda-vissza. Csin-csin! A megfordulás adó. Úristen, a megfordulás adó. Oké, szerintem itt egy kicsit tudnánk növelni az áteresztő képességen. Először is. Hogy a retekbe fordultok meg? Ha ott elméltek, ki kéne mennetek? Ácsi, hogyan fordultok ti meg itt egyáltalán? Mi az ott? Az ott micsoda, fiú? Szabálytalansággal, srácok, úgy fordulnak meg, szabálytalansággal. Tessék, na és? Most mit csinálsz? Hm? Most mit csinálsz, fiatalember? Megfordulásra dó, mert annak ára van, hátra akarsz menni és nem előre. Hát ez az. Illetve lehet, hogy ezt a követ innen eltakarítom. Azt hiszem, ez lehet az én feladatom. Hogy nem zavart senkit, de nem is ez a lényeg. Illetve remélem senki nem gondolta komolyan, hogy itt lehet balra kanyarodni. Vártok, van valami alternatívája ennek, hogy... Van, elmész ott jobbra. Persze, van ennek alternatívája. Na akkor a viszontlátás. Szia, Flo! Technikailag, ha megfordul is előre megy, de közben mégis hátra jut. Szóval én abszolút értem a gondolatmenetet, hogy honnan jön ez ez káros dolog. Oké, ott tartottunk, hogy vannak itt ezek a csodálatos utcák. És ezek csinálnak mindenféle dolgokat, de általában bedugulnak. És jó lenne, ha ez nem így lenne. Yuhiro, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 27. hónapot. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Az euró is inkább csak megy előre, ahelyett, hogy fordulna. Srácok, előre megyünk, nem hátra. Ez van, tehát hogy... Nyilvánvalóan a kormány szólt Brüsszelnek. Brüsszel pedig elintézte, hogy mehessünk előre. Oké, most vajon csak azért nincs eszeveszett dugó? Az ő megállójukat is arrébb kéne vinni. Miért vagyunk olyan ennyire mínuszban? Azt leszámítva, hogy mert nem foglalkozom vele, hogy mennyi a bevétel.
Átmentél egy villamoson, fiam? Ezért bizony kuka jár! Oké, nem tudok rá kattintani. Tessék. Mi nem szeretjük ebben a városban a magad fajtát. Ebben a kereszteződésben szerintetek van lámpa? Nincs. Ebben a kereszteződésben szerintetek kéne lámpa? Mert igazából megoldják amúgy. Oké, ők ott rendben vannak. Ti merre akartok egyáltalán menni? Egyenesen. Jó, tudjátok mit? Ez addig nem tilos, ameddig el nem gázoljátok azokat a kerékpárosokat. Ha elgázoljátok azokat a kerékpárosokat, azonnal tilos lesz mindenkinek. Kollektív büntetés. A genovai egyezmény, nem tudom, le van szarva, vagy valami ilyesmi. Képzeljétek el, amikor mentünk a családdal a Pumhoz, akkor rosszul lett a gyerek a kocsiban, meg így hányt is, meg minden, szóval izgalmak. És látom egy mellék utcára, vagy mellék úton, amilyen tök földes, a semmi közepén, mit tudom én. És akkor onnan kellett visszakanyarodni egy olyan útra, ahol meg 90 km/h a sebességkorlátozás, és azt hiszem soha életemben nem féltem még ennyire kikanyarodástól. De egyébként nem jöttek autók, szóval minden rendben volt. Ezért bizony kuka jár, erről eszembe jutott egy, hogy tegnap egy apuka a fagyizónál azzal fenyegette a kisfiát, hogyha még egyszer hozzáér a kukához, akkor bele fogja dobni. Az van egyébként, Vivi, hogy tudom, hogy ez külső szemlélő számára, tudom, hogy ez... ez nem tűnik egy nagyon komoly problémának, de a kuka szuper izgalmas. És nagyon-nagyon-nagyon nehéz megbeszélni a gyerekkel, hogy meg ugye ráadásul közben a kukával az az igazi probléma, hogy szeretnéd, hogy a gyerek megtanulja használni, mert ki lehet bele dobni dolgokat, de nem lehet belőle kivenni dolgokat. De közben a probléma az, hogy nem fizikailag nem lehet kivenni dolgokat, hanem nem szabad kivenni dolgokat. De amúgy fizikailag lehet. Szóval vannak itt problémák. Például itt ez a hatalmas dugó. Lehet és a szabad közti különbség. Igen. Viszont ha itt van dugó, de itt nincs dugó, az alapvetően egy egész jó jel. Itt ez... mi az Isten? Te itt milyen retket csináltak? Te ott a motoron. Te mit csinálsz? Oké, hazudnék, ha pontosan átlátnám itt ennek és ennek a környéknek a traffic flow-ját. Tehát, hogy milyen autó, honnan, merre akar menni, miért. Úgy átfordult a busz a szirénázó autó előtt, rendőr autó előtt. Jaj, gyerek, ha megtanulja, hogy ki lehet dobni dolgokat, akkor aztán mindent kidob, amikor meg ki kell szedni, amit kidobott, mert nem szabad kidobni. Azt még várom, hogy dobjon ki olyat, amit egyébként nem kellett volna kidobni. Nálunk egy időben mindent a cipőbe rejtegetett, meg a különböző kartondobozokba, tehát jöttek itt csomagok, meg mit tudom én, és annak a kartondobozába pakol dolgokat, szóval amikor kidobtam a papírt, akkor nagyon erősen át kellett gondolnom, hogy mi a... hogy biztos, hogy kiszedtem ebből minden. Na az van, srácok, hogy ti úgy mozogtok, mintha nem akarnátok bemenni abba a körforgalomba. Nézzük már meg, hogy mi van veletek, na. Hát de ne tartson már vissza az a két autó, nyomjad a gázt, aztán menjél! Pont olyan távolságba érkeznek autók, hogy a Mr. Tutyi Mutyi Electric Car Edison Model V Mary Harris
az ne merjen elindulni. Ó, oh, wow, most már minden elektromos? Nem, a fánkos kocsi nem fejlődött semmit. Szedán. Ó, oh, itt meg van egy sportautó. Na nézzük, a sportautó hamarabb kifordul-e. Sikerült megcsinálni a klímát a verdában? Ne, de hogy is. Na, a rendőrbezzek. Lehet, hogy a kifordulás gyorsítaná, ha ott lehetne sávot váltani. Mert ha jól látom, az égen senki nem akar egyenesen haladni. Ó, de akarnak egyenesen haladni, csak nem akarnak annyira egyenesen haladni. Hát elméletileg van klíma a Verdában, de hűteni jelenleg nem tud. Szóval... you know, ablak. Adjam a kontaktot? Ah, nem, nem kell, köszönöm. Mégis olyan vészes. Ez a sor itt egy kicsit húzósnak tűnik. Ti merre mennétek? Te arra mennél. Te arra mennél. Te arra mennél. Ja, ez itt azért húzós. Valahogy azt meg kéne oldani, hogy ő nekik egy kicsit nagyobb legyen a... Tehát, hogy nagyobb mennyiségben tudjanak besorolni. Mert ugye az van, hogy ha jól látom, akkor a legtöbben balra akarnak fordulni. És ugye ez... ez okoz elég komoly problémákat. Stimson, nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Milyen autón van? Egy 2006-os Skoda Fabia kombi. Mondja, hogy brum 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 brum. És hú, és ott is vagyunk helyeken. Na, hogy nálam életmentő volt, meglepő, mennyivel könnyebb nyugodtan vezetni, úgyhogy nem 40 fok van a kocsiban. Hát meg nem olvadsz rá a kormányra. Szóval, ja, azért ezt el tudom kérdezni, hogy az számít. Vagy nem hány hátul a gyerek. Szerintem ahhoz is köze volt annak, hogy meleg van. Na jó, itt közben ezek itt kezdenek azért kellemetlenné válni. Tehát, hogy ti például mi az Isten csináltok? Igen, ez itt ez a behajtás nem jó. Arra gondoltam, hogy szemen köphetnénk a világot, és mondhatnánk azt, hogy nesztek több sáv. Általában nem megoldás a több sáv, de itt a... De mi az Isten vagy? Public library. Nem is tudnak olvasni. És ha tudnának is, sem akarnának. Tessék, menjél oda. Ó, oh, de szomorú, messze került a public library. Így, itt csinálunk ilyen fura dolgokat a sávokkal. Oké, ezt, amit most csináltunk, fura dolgot, ezt nem szeretem. Ennél egy kicsit több fura dolgot fogunk csinálni a sávokkal. Nagyon jó, és akkor itt megcsináljuk azt, hogy ez a sáv megy ide, ez a sáv megy ide. Szerintem ez nem a komoly zenei rádió. Még nem is hallottam ma a bácsit. Az miért is jó, hogy a fentről jövők kijönnek a külső sávba, vagy a többieknek mindenképp várni kelljen a bejutásra? Nem tudom feltétlenül, hogy mire gondolsz. Ja, hogy ők? Hát, ugye elméletileg... Itt működik alapvetően ugye az, hogy szépen kifele soroljanak. Illetve ugye belül, tehát hogy ugye a körforgalmak, amiket építek, azok általában azzal operálnak, hogy körforgalmon belül nem kell úgy váltanod sávot, hogy csak sávot váltogatsz, hanem csak szépen követed az adott sávodnak a felfestését, amit nincsen, de hogy... nagy alapvetően nyilván lehetne, ha értitek. Így. Viszont látszik, ezzel felülírtuk a kereszteződés beállításokat.
Nem, de közben meg valahogy, mintha máshol bátrabbak lennének az autók. Értitek? Tehát, hogy ezek itt kijönnek úgy, hogy... Ó, mert azok mind kanyarodnak. Ó, nézzétek az elektromos tolószékes genget! Look at them go! Halálszekér! Jaj, jön egy busz! Hú, hogy fog a fék! Hát ezt elgázolt egy busz, de kit nem. És itt érkezett igazából be a dugóba, ami a körforgalom miatt áll. Jó, enyát nem akarunk hallgatni, köszönöm. Semmit. Az ég egyet a világon semmit nem segített az, amit csináltam. Na hát ez szomorú. Viszont cserébe ők megint azt hiszik, hogy lehet balra kanyarodni. Bár egyébként értitek? Zavar ez minket igazából, hogy lehet nekik balra kanyarodniuk. Rosszabb lesz nekem ettől az életem? Kevesebb lesz az évvégi bónuszom. Egyáltalán van nekem olyan évvégi bónuszom? Pedig szerintem járna amúgy, mert mint... Oké, értitek, nem a legtökéletesebb város, de hogy azért alapvetően működik. Abszolút ott piros, ahol nézem. Ami egy nagyon jó jel, mert hogy értitek, az azt jelenti, hogy azon dolgozunk, hogy az kevésbé legyen piros. Oké, bátor húzás tőlem nektek. Hát ennek egyirányúnak kéne. Mekkora flash lenne, ha ez egyirányú lenne? Próbáljuk meg azt, hogy mi van akkor, ha ez egyirányú? Oké, ez így első ránézésre fura. Valószínűleg ez így lesz másodikra is. Na, ott ő használni. És látjátok, ő meg... Hát, hogy azért, mert nem állítottam be, a szélsőbséget kell adnia. Ja, ő azért volt ennyire dinamikus. Ez egy nagyon hülye ötlet. Yes! Jó, vissza az egész. Viszont a látásra, ezt nem csináljuk. Járjon is, nagyon szép mobil parkolót csináltam. De miért akarná valaki leparkolni a mobilját? Egy 08-nál steelkép materiál. Várjátok, 58-nál. Szia, Dan! Dead jokes. Te vagy már a dead jokes! Megnyomtam a pedált egyébként. Úgyhogy lehet, hogy le vagyok mutolva Discordon, és akkor így a többiek így nem hallják, amit mondok. Na jó, valakinek valami ötlet, hogy mit lehetne csinálni ezzel a résszel, meg ezzel a résszel? Bár egyébként ez egészen megoldódott, mert persze vannak autók, de hogy nem állnak, hanem haladnak. Oké, ez miért oldódott meg? Ez azért oldódott volna meg, amit csináltam? Alapvetően lehetséges. Oké, teszünk ide egy lámpát. Én érzem, hogy ezen a kereszteződésen segítene egy lámpa. Tessék, lámpa. Valami föld alatti varázslat? No, 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 need, no need voodoo mágia, no, no. Ennek a körforgalomnak a behajtás. Oké, nem lehet balra kanyarodni, ennyi volt. Remélem élveztétek, szép volt, jó volt, a viszontlátásra. Viszont akkor itt kell csinálnom valamit azzal az egy extra sávval. Tehát, hogy akkor, ja, biztos, hogy kell valamit csinálnom azzal az egy extra sávval, különben ugye. Csak kellemetlenségeket okoz.
Vajon ezt nem lehet ide építkezni? Én szerintem ez pont... Itt van valami. Szóval itt azért mindenféleképpen megy valami. Oké, ez jelzi. Ctrl A. Oké, ez így most egyenlőre oké. Akkor next. Jó, ez így most akár oké is lehet. Akkor itt a sávokat újra húzzuk. Ez megy oda. Ez megy oda vagy oda. Ez megy oda. Nagyon jó. Még nem kell a vudu. Vagy hát nem kell a vudunak ezen szintje. Tehát, hogy azért vannak vuduk, amik alapvetően jól jönnének. De hogy a vudunak ezen szintje még egyelőre nem szükséges. Az például, hogy ti ne kanyarodjatok balra. Az ég áldjon már meg titeket ezzel a folyamatos balra kanyarodással. Nem kell semmi más tennetek, mint ebben a körforgalomban elmenni erre, itt elkanyarodni jobbra, és már mentek is abba az irányba. Hát ne szórakozzatok velem, ez még csak nem is egy akkora kerülő. Nem úgy, mint azoknak az arcoknak, akik valahol itt laknak, mert őnek így körbe kell menniük. Lehet, hogy ebbe az irányba is. Aztán ti itt így jöttök, és így, jaj, én nem tudok elmenni arra, nincs hozzá kedvem. Ebben a városban a polgár legyen a talpán, aki képes napra készen követni a forgalmi szabályok változásait. Nézd, az a helyzet, hogy nyugodtan számolhatsz azzal, hogy ebben a kereszteződésben lehet balra kanyarodni, mert van esély, hogy mire ide érsz, addigra tényleg lehet. Okidoki, ti honnan a retekből kerültetek ide ennyien? És van-e itt lámpa? Sajnos van. Működik-e a lámpa? Sajnos működik. A rutinból vezetők meghalnak itt. Amúgy se szabad rutinból vezetni. Azért kell néha így felkavarni az állóvizet, hogy teszteljük, hogy figyelnek-e. Oké, ti, akik itt álltok, ti merre akartok menni pontosan? El. Nagyon jó. Te merre akarsz menni? Te ott akarsz balra kanyarodni. És ha ott balra kanyarodtál, akkor utána mi a terv, fiú? Elfordulsz balra, hogy aztán elfordulj balra, vagy aztán elfordulj jobbra, hogy aztán elfordulj balra. Mi nem szeretjük erre a bal oldalt. Holy guacamole, hova mész te egyáltalán? Oda! Biztos vagyok benne, hogy erre kéne jobb megoldás. Tesóméknál a 30 éve egyirányú utcát megfordították, hát lett belőle pár kocs, úgyhogy ezt el tudom képzelni. Értitek? Tehát ő, van, aki úgy élt el az egész életét. Oké, ezt... az a helyzet, hogy ezt... Aha, ez azért nem lehet, mert itt nem lehet körbe menni. Teljesen. Tehát nem lehet körbe menni és visszafordulni. Ha lehetne körbe menni és vissza... Oké, hogyan tudnánk átalakítani úgy ezeket a körforgalmakat, hogy lehessen körbe menni? Az egyik megoldás az, hogy innen kiszedjük ezeket a szarokat, és akkor tudnak ezen körbe menni. Mert ugye ott lehet sávot váltani. Szia Goku, sajnos még nincsen nagyon jó menetrendünk. Egyébként közben alakulgat. Oké, hogyan tudnánk megcsinálni azt, hogy itt lehessen körbe menni? Hát az egyetlen megoldás, de közben félek, hogy az... Oké, végezzünk egy kísérletet. És engedjük meg nekik azt, hogy... itt mi az Isten történik egyáltalán? Oké, ez csak behajtó.
Itt meg aztán az ég egyet a világon nincsen semmi. Oké, így elméletileg körbe lehet menni. Tehát itt meg, itt ez egy kísérleti körforgalom, itt meg lehet fordulni. Miért a basságba vagy, ha oda mész? Mindegy. Neki addig vannak terve is, srácok. Ő meg is fordul azonnal. Tehát, hogy ő gyakorlatilag az első emberünk, aki megfordul. Az nagyon félek, hogy nagyon sokan fognak jönni, akik igazából csak meg akarnak fordulni. Nem. Ez a megfordulás miatt lenne. Jó, akkor tartsd meg a titkaidat, hogy merre akarsz menni. Hát hihetetlen. Viszont ez a rész kiürült. De miért ürült ki ez a rész? Mert bedugult az? De miért dugult be ez? Miért? Miért dugult be ez? Ez ilyen tök jól ment eddig. Ide tettem egy lámpát, azt attól bedugult? Csak nem attól dugultál be. Nem attól dugult be, attól dugult be, hogy bedugult ez a körforgalom. Nem jutnak be a buszok. Ez itt akár még rendeződhet is, csak időbe kerül, ameddig. Jó, mit szóltok, ha most egy pár percig nem nyúlunk semmihez? Hát, ha nem törünk el valamit legalább. Csak megnézzük, hogy mit... Ezt mégis így lezárjuk. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy nem nyúlunk semmihez? Abszolút elmúlt. Volna, de nem múlt el, mert nem engedi. Miért nem engedi? Valamiért néha nem engedi. Hát az előbb... És most sehova? Mi van, este 8 után nem szabad? Köszönöm. Oké, na így szépen elegánsan... lehet körbe menni. Ha szeretnének. Kicsit csalódós volt a 2 éves várakozásos komikon, ráadásul az ajándékcsomagnak csúfolt dolog, amit azért kaptunk, mert vártunk annyit a rendezvényre, arról ne is beszéljünk. Szervezésre gondolom nem volt idejük. Nagyon nehéz egyébként ilyen tekintetben, tehát hogy tudom, hogy ez így hülyén hangzik, és nem is akarom feltétlenül védeni a Play-t / Comic Con szervező csapatot, mert szerintem évek óta nagyon-nagyon, hosszú évek óta nagyon-nagyon lusta munkát végeznek, és nem... nyilván a koronavírus előttről beszélek, tehát nem azt nem számolom be, hogy a koronavírus alatt mit csináltak, a koronavírus alatt rendezvény szervezés gyakorlatilag nem volt, tehát nem volt bevétel, nem nagyon, nagyon nehéz volt fizetni embereket. De szóval véleményem szerint szuper lusta munkát végeznek már már nagyon-nagyon hosszú ideje a... Szerintem nekem az az érzésem, hogy a Play-t mögül legalábbis biztosan a Comic-Con, nem tudom megmondani, hogy kiesett a lelkesedés. Nagyon-nagyon régen kiesett a lelkesedés, ami nyilvánvalóan így értitek, így nehéz erre egy újjal mutogatni, mert
alapvetően, értitek, a pénz beszél, a lelkesedés meg jól hangzik. És szóval, hogy azért ez ilyen tekintetben egyszerű, viszont jelenleg rendezvényt szervezni elképesztően nehéz. Tehát, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy nem nagyon lehetett tudni, hogy akkor most mikor lehet, mikor nem lehet, jó, akkor most csináljuk, de akkor csináljuk meg gyorsan, hát ha valami értitek jön még. Szóval azért nagyon-nagyon nehéz. De egyébként ettől függetlenül, amiket hallottam esetleg a szervezésről, az valóban végtelen káosznak tűnt. Azt viszont én nem látok rá, hogy miért. Tehát nem látok rá, hogy mondjuk visszahoztak-e főállásban csapatot, vagy értitek? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz amúgy mondjuk 2 évig fizetni a teljes tímet, akik mondjuk csinálták eddig. Azt nem tudja megcsinálni rendezvényszervező sem egyébként. Magyarországon biztos, hogy nem. Oké, nem, ez nem biztos. Lehet, hogy a nagyok meg tudják, akiknek ilyen tényleg nagyon-nagyon sok pénzük van valamiért. De nagyon-nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy fenntartasz 2 évig egy csapatot. Ha viszont nem tartod fenn, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a 2 év után vissza tud jönni. Ha viszont nem tud visszajönni, akkor kivel töltöd fel? Vagy feltöltöd kezdőkkel, vagy dolgozol sokkal kevesebb emberrel. Szóval, hogy ez azért piszok nehéz. Nagyon-nagyon sok aspektusában nagyon-nagyon nehéz ez az időszak. Szerintem. És mondom, nem látok rá már. Tehát, hogy mostanra már szinte egyáltalán nem. Nagyon-nagyon-nagyon kevés kontaktom maradt a Play It közelében, ahhoz képest ugye, hogy mennyire benne voltam régebben. De azért azt is tudni kell, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt. Szia Kupido! És a továbbiakban is nagyon-nagyon nehéz helyzet, és ettől függetlenül egyébként szerintem az innováció tekintetében a továbbiakban is lustává vált a rendezvény, de szerintem az már azelőtt megtörtént, hogy én abba hagytam volna ott a munkát. Nekem ez az érzésem. Tehát nekem ez volt az érzésem régebben is. És közben az a vicces, hogy úgy vált lustává, kreativitás tekintetében lusta, de közben meg az emberek olyan orvérzésig voltak terhelve, mert ugye non-stop rendezvény volt. Tehát a budapesti rendezvény, a vidéki nagy rendezvények, orvérzésig rendezvény volt, és az a helyzet, hogyha nem... Tehát, hogyha mindenki folyamatosan az operatív dolgokkal van elfoglalva, akkor nagyon-nagyon nehéz fenntartani a kreatív oldalt. Tehát, hogy nehéz úgy kreatívnak lenni, hogy non-stop azt kell szervezned, hogy akkor a következő rendezvényen ki az, aki jön. Tehát, hogy én amikor a Play It szervező csapatába kerültem, akkor volt, azt hiszem... 2 rendezvény. Összesen. Tehát, hogy évente 2. Egyik fél év, egy másik fél év. Ugye nyilván értitek az őszi és a tavaszi. Mire eljöttem addigra, nem tudom, volt évente, nem akarok hülyeséget mondani, de 10 és 20 között. Aminek elméletileg ugye van egy olyan vonala, hogy be lehet pakolni a dolgokat, és akkor el lehet vinni a következőt. Tehát, hogy a Debrecen és a Szegedi Play-t nem kell, hogy annyiban nagyon különbözzön. Különbözik abban, hogy kik jönnek el, különbözik abban, hogy kik csinálják mondjuk a standokat, de hogy alapvetően maga a program, ha van mondjuk egy standod, akkor ezt a standot össze lehet rakni, be lehet rakni egy teherautóba, és át lehet vinni a következő helyre. De hogy ez, szerintem ez teljesen lemészárolta a dolgon. Kérdezzek egy lehet megosztó kérdést! Mennyi pénz kell Magyarországon egy embernek, hogy megéljen? Ez tökre számít nagyon-nagyon sok mindent. Hol él, hol nem él, mik az elvárásai, mik azok, amikből ő engedni mer. Mert ugye én például abszolút ide sorolnám azt, hogy szerintem valamennyi pénzt kell szánni arra, hogy szórakozzon és jól érezze magát, és nem tudom. Ez most tök mindegy neki mit jelent, de hogy lehessen egy hobbija, tehát hogy mondjuk nem tudom, festhessen, ha festeni akar, étterembe járhasson, ha étterembe akar, nem minden nap, nem minden héten. De hogy érted azért néha, és ezt például egy csomóan nem számolják bele a kötelezőbe. Szóval azért ez szerintem tök nehéz.
Visszajöttek akkor sokan? Na ez például, ez tök jó, hogy Hector Games itt van, és akkor ezt el tudja mondani. Bontáson negyede régi, másik fele új. Illetve az a helyzet, hogy ezek a meghívottak, meg mondjuk program, szóval ez nehéz. Tehát hogy ezt így nehéz így visszaröffenteni. Én abban is biztos vagyok, hogy most jelenleg nincsen nagy bizalom rendezvények tekintetében, mert mint hogy ilyen, értetek, kiállítók tekintetében sincs. Tehát mit tudom, biztos ilyen nagyok kint voltak, de hogy nem hiszem, hogy mondjuk hatalmas marketing büdzséjük van rendezvényekre, amikor az Isten se tudja, hogy lesznek-e rendezvények. Értek? Tehát, hogy lényegesen, a Plate-nél lényegesen nagyobb rendezvények is belehaltak ebbe a koronavírus időszakba. Gondoljunk az E3-ra. Az E3 teljesen egyértelmű, az E3-ra teljesen egyértelműen kiderült minden cég számára, hogy annak ellenére, hogy hatalmas fan, meg minden, költséghatékonyság tekintetében nem jó döntés. Szóval, hogy ez ilyen tekintetben tök nehéz. Szóval, hogy, ja, amikor én például egyébként a Play-t-hez keveredtem, akkor nem volt ez így szerintem feltétlenül kimondva, de az az iroda, akikkel én dolgoztam, mi alapvetően a kreatívért feleltünk. Tehát, hogy én nekem kellett megírnom az e-sport szabályzatot, de eleinte semmi közöm nem volt ahhoz, hogy az e-sport színpad felépül-e. És aztán szépen lassan lett közöm ahhoz, hogy az e-sport színpad felépül-e, és aki utána érkezett már e-sport felelősnek, ő neki meg már teljesen alap volt, hogy ő neki az operatívot is vinnie kell, és a programot, meg egyáltalán azt is vinni kell, és ilyenkor az van, hogy ez egy idő után lehet sok. Értitek? Tehát, hogy ha a kivitelezés elvisz mondjuk nagyon sok időt, akkor nehéz új dolgokat találni. Főleg, hogyha ehhez hozzájön egy erős költségvetési cucc is. Ja, ennyi, ezt nem azt mondom, Goku, hogy ez menti őket, vagy bármi ilyesmi. Ne, nyugodtan, abszolút kommunikáld is, meg érezd is azt, hogyha te nem voltál elégedett, akkor te nem voltál elégedett. És ez abszolút jogod van, és őszinte leszek, én abszolút meg is értem. Én nem voltam most kint az utolsón, de az utolsókon, amiken kint voltam, ott azért éreztem erős jelenségeket azzal kapcsolatban, hogy nekem az az érzésem, hogy a Play-t felépített egy nevet, a Play-t réges-rég, tehát mit tudja, 14 körül, vagy ilyesmi, felépített egy nevet, és azóta ebből fut. És közben meg persze szívás, mert most jelenleg nincsenek VR eszközök, szóval az tök nehéz, hogy azt mondja, hogy pótolja az ember. Szóval, hogy így, és nyilván nekem sincs igazam mindenben, szóval simán lehet, hogy egy csomó mindent rosszul látok a dologban. De hogy nekem az volt az érzésem, hogy ez történik, hogy így felépítették addig a nevet, vagy abban hála az égnek mondhatom azt, hogy valamennyi részem volt, és utána csak így égettük lefelé, hogy elmenj, hogy na mindegy. Szeretnék egy rendelőt vagy kórházat elnevezni szerelem doktor rendelőnek. Hol vannak egyáltalán rendelőink és kórházaink? Lehet szerelem doktor kórház? Tessék. Szóval, ja, ezek ilyen érdekes dolgok, meg nagyon nehéz dolgok egyébként, tehát hogy szerintem sokkal nehezebb volt mondjuk most a dátumokban nem vagyok biztos, szerintem sokkal nehezebb volt egy szuper izgalmas gamer rendezvény 18-19 magasságában összehozni, vagy mondjuk közvetlen a koronavírus előtt, mint mondjuk 14-15-ben. Mert hogy egyszerűen mások a trendek. Volt egy időszak, amikor hatalmasat ment a Play-t a videósokkal kapcsolatos programok miatt. De ugye nyilván egy idő után, azután is alább hagy az érdeklődés, és akkor így nehéz, hogy mi az, ami... Tehát nehéz, hogy értitek, hogy így megtalálni egy rendezvénynek, hogy mi az identitása.
Mert nagyon sokan mondják, például nagyon sokan már az én, amikor én ott voltam, és nagyon-nagyon sokan mondták, hogy a Play-t azért vacak, mert nincsenek izék, ilyen kerekasztal beszélgetések, meg nincsenek kihívva fejlesztők, meg tehát, hogy nagyon sokan úgy képzelték el, hogy akkor lenne jó a Play-t, ha olyan lenne, mint egy Gamescom, csak itt Európában. És közben, amikor meg szerveztünk ilyen programokat, akkor így alapvetően mindig az derült ki, hogy nem érdekli annyira az embereket amúgy. Illetve nyilván értitek, nehéz elvárni mondjuk egy játékfejlesztőtől, hogy költsön annyit egy megjelenésre, amit az adott ország nem termel vissza bevételből, várhatóan mondjuk. És nyilván ettől függetlenül voltak ilyen jellegű megjelenések, és biztos, hogy szuper izgik is voltak, de hogy egy ilyen jellegű tartalommal sokkal kisebbre tudott volna nőni a dolog, ami meg kérdés, hogy ez baj-e, de szóval értitek. Én őszinte leszek egyébként, én azt hittem, hogy a Play It, mint brand nem is tér vissza a koronavírus után. Hanem valami más néven szerveznek Gamer Expo-t. Ami... Nyilván az ott lévők sokkal jobban látják, hogy ez szükséges volt-e vagy nem. Én azt hittem, hogy igen. De simán lehet, hogy nem. Korona, nagyon szépen köszönöm a 15 hónapot. Nagyon-nagyon király vagy. Én 2015-től több Play-en is voltam, tavaszi őszin is. De a Covid előtt az utolsóknál ingerenciát nem éreztem, hogy kéne mennem. Lehet én is változtam, valószínűleg igen, de nem találtam olyan részt, amelyet megérte volna elmennem. Ez így van egyébként, illetve amit szerintem nem tudott megragadni soha a Play-t úgy igazán jól, ami egyébként abszolút az én hibám is, az, hogy nagyon sokan jártak azért, hogy találkozzanak az online ismerőseikkel. És kérdés is, hogy ezt hogy lehet jól, értitek, hogy lehet így jól meglovagolni, vagy nem tudom. Nekem ez egy kicsit hosszú ez a sor, de egyébként közben nem olyan vészes. 73. Kérdés, hogy ez nagyon a körbefordulás miatt van-e, vagy nem? Szóval, hogy... Oké, teljesen... De mi az Isten csinálsz? Te hülye vagy? Mert ez az autó körbe ment egy extra kört. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet egyébként rendezvényszervezőnek lenni jelenleg. Nagyon. Tehát, hogy iszonyatos szívásnak tűnik számomra az, hogy valaki most rendezvényt szervezzen. És nyilván biztos vagyok benne, hogy ők látják jól egyébként. De biztos vagyok benne, hogy ők látják jól, mert hogy értitek, tehát, hogy nekik van sok-sok-sok év tapasztalatuk. Szóval amiket én itt mondok, azok ilyen meglátások, meg gondolatok, meg nekem ez a véleményem, de értitek, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mondjuk jól látom a szituációt, vagy mondjuk látok minden paramétert, mert ugye gyakorlatilag soha nem tárgyaltam partnerrel. Ilyen rendezvény méretben, nyilván saját csatorna miatt persze, de hogy... Nem vagyok 100%-a. Az, hogy itt így fluktuál az, hogy mennyire van bedugulva és mennyire nem. Ami lehet azért is, mert ugye egy helyen járnak a buszok, sajnos. Lehet az is, hogy itt nagyon sokan akarnak most már egyenesen átmenni. De miért akartok itt vajon ennyien egyenesen átmenni? Tök érdekes lenne azt is látni amúgy, hogy honnan meg hova. Szóval amit akartam ezzel igazából mondani, Goku, hogy egyáltalán nem vagyok meglepődve azon, hogy ilyen élményeid voltak. És két év után meg nem is tudom, hogy mit kellett volna lehozni Comic-Connal ahhoz, hogy az ember nem. Vagy hogy ez valaha reális volt egyébként. Tehát, hogy mondjuk már amikor először meghirdették, hogy Comic-Con így, mint Comic-Con elnevezés lesz, na az már az elején is kérdés volt például számomra, vagy hát így beszélgettünk erről, hogy vajon ahhoz a névhez azért fel tud-e nőni valaha a rendezvény. És lehet, hogy simán fel tud. Na, szóval ez van, szia Suc! Ez van egyébként, amit Hector Games is mond, hogy nagyon sokan, mondjuk ő valószínűleg a dolgozó csapatra gondolt, de hogy nagyon sokan azért járnak ezekre a rendezvényekre, mert ez egy olyan dolog, amire így eljön mindenki. És tök érdekes egyébként, hogy én azt tapasztaltam, hogy valahogy azzal indokoljuk, hogy a programok is ott vannak, de közben egyébként így az egymás társaságáért vannak ott leginkább az emberek.
És nekem például volt olyan plétem, amikor még nem dolgoztam a rendezvényen, ez nem volt nagyon sok ilyen rendezvény egyébként, amin voltam, viszonylag hamar így vagy úgy ott dolgozóként voltam jelen. Jól felmentünk, ezért a programért, azért a programért, azért a programért, és aztán az egész időt együtt töltöttük. Ami meg szuper cool. Ajándékcsomagban nem egy Monster, meg egy PC gurus újságot, amit közben az érkezőknek, távozóknak mind osztogattak, meg egy mágnes kellett majd rakni. Szerintem sem. Not gonna lie. Szerintem sem. Az ajándékcsomagok néha ilyen... Azon... Szóval az ajándékcsomagokon néha megy a fejvakarás. Én örülnék, ha lenne olyan hely, ahol lehetne ismerkedni hasonló gondolkodású emberekkel, de egyedül nem biztos, hogy elmennék. Ezért nem jutok el ilyenekre, pedig igény volna rá. Ja, és az van, Goku, hogy most így mondod ezt az ajándékcsomagot, és egyszerűen emlékszem a régebbi ajándékcsomagokra, meg magára a folyamatra, hogy hogyan állt össze egy ajándékcsomag, és egyáltalán nem vagyok meglepődve. Nem jó, de egyáltalán nem vagyok meglepődve. Oké, ez itt baj. És az a baj, hogy szerintem ehhez viszont köze van a megfordulásnak. Vagy köze van ahhoz, hogy itt teljesen körbe lehet menni. Mert ez az autó, ez például telibe megfordult. Szerintem köze van annak, hogy itt teljesen körbe lehet menni, hogy itt ennyi autó áll sorba. Mert hogy ezek mind megfordulni akarnak. Majdnem mind. A nagy része megfordulni akar. Oké, a baj nyilván az az, hogy hogyan... Hogy, tehát, hogy... Ha ők nem... Na ez mi? Erre varjatok gombot. Oké, nézzük meg, hogy mi történik itt. Nem... A körforgalom maga nem működik olyan jól, hogyha körbe lehet menni, sajnos. Nyilván egyébként ez is csak egy ilyen saját teória, de amúgy szerintem volt a plate mögött olyan emberváltozás is, hogy így mintegy kikerült az, aki így... Vagy hát mire én gondolok, nyilván ez nem feltétlenül jelenti, hogy így van. De hogy egy kicsit több rendezvényszervező van a dolog mögött, és kevesebb gamer. Aki tényleg gamer. Nem az építők, meg az ilyenek között, hanem a programok kitalálói, tehát a döntéshozók között. Hát az mennyire flashott, ami ott történik. Mindegy, ennek valószínűleg idő kell, hogy egy kicsit felörlődjön a dolog. Érdekes egyébként, ezek tök érdekes kérdések, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, hogyan nem lehet... A gyalogosok miatt van. Ez itt nem a gyalogosok miatt van szerint. Ó, hogy a... Hát nézd, végül is nem egy hatalmas meló felüljárót csinálni. Mit szóltak, ha inkább nem felüljáró lenne, hanem alagút? Egyezzünk meg abba, hogy ez nem történik meg, jó? Ja, ez nem az feltétlenül, amit keresünk. Ezt innen így el is takarítgatjuk.
Na, nézzük, hogy... Itt kérdés például egyébként, hogy itt például át kell menni a gyalogosoknak. Mert hogy ugye alapvetően tudnak körbe menni, de közben meg ugye azt szeretném, hogyha nem a... Nem az autósok lennének a priók. Tehát, hogy menjenek csak azok a gyalog... Na, innen el is tűnt a dugó egyébként így, hogy nem lehet körbe menni. De valószínűleg ugyanaz az autós forgalom valahol még létezik. Tehát, hogy gondolom, akkor a mellékutcákat dugítja el... ezeket a részeket dugítja el. Valahogy tömegközlekedésre kéne több embert rávenni egyébként, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy a City Skylines olyan iszonyatosan jó túlokat ad arra, hogy te ezt így el tud dönteni, hogy... hogy a tömegközlekedés milyen irányban igazán jó. Jó lesz ez, csak építsük újra az egészen. Nem gondolnám, hogy ez következőre jobb lesz. Na, ez a kereszteződés működik. Nyilván értetek, akkora az alapterülete, mint egy általános településé, de hogy... De hogy ez a kereszteződés, ez legalább működik. Ez a híd működik. Nagyon jó. Ez a rész, ez itt ugye sokkal nehezebb, mert sokkal szűkebb helyeken tudunk operálni. Nyilvánvalóan az, hogy miért állnak a villamosok egymás mögött, azt nem tudom. Valószínűleg egyébként nagyon-nagyon sokat segítene. Nagyon-nagyon sokat segítene amúgy, ha a tömegközlekedés nem úgy működne, mint ahogy. Tehát, hogy ez ilyen Uber idiótaság. Értitek? Tehát, hogy villamos, tehát utas tekintetében sincs ennek az ég egy ott a világon semmi értelme. Nem is tudom megmondani, te miért állsz itt? Miért állsz itt egyébként? Jó, hogy mondom. Nincs is itt megálló. Van itt megálló? Nincs. Szerintem ez ott egy bug volt, mert mint hogy én ezt mint egy bugnak élem meg. Milyen szép világ ezek a villamosok. Köszönjük. Igen, ha a villamosok csak úgy megállnak a semmi közepén, igen, az izé. Na, viszont közben elérhetővé tettünk egy teljes villamos hálózatot. Vagy hát még nem teljesen, de hogy még dolgozzunk rajta egy kicsit. Kész. I don't care. Lerakom akkor is, ha te nem akarod, hogy lerakjam. És ide is tudunk hozni például megfelelő villamos dolgokat. Oké, abban még nem vagyok 100%-ig biztos, hogy... Értitek, hogy ezt ezen szeretném keresztül vinni, de egyébként közben miért ne akarnám keresztül vinni? Érdemes villamos modokat letölteni, mert azok több embert tudnak szállítani. Nem is feltétlenül az számít, hogy több embert tudjanak szállítani, nyilván az is tök fontos. De hogy közben az is tök jó lenne, ha nem lennének hülyék. És ezzel kapcsolatban vagyok szkeptikusabb, hogy ezt hogyan tudjuk elérni. Na merre tudnánk vinni villamost? Itt, és ott is át tudnánk hozni a villamost. De onnan nem tudnánk visszahozni a villamost. Ó, dehogy nem tudnánk visszahozni a villamost. Oké, okay. Nekem az az érzés, hogy ezt megoldotta a játék. Nem lehet az összes villamos vezetője szab. Ha már így erről van szó. Te meg Ryuk beszélgessé Pepével, mert ő szokott ilyen vicceket tolni. Okidoki, vannak terveim. Villamosoknál és a buszoknál nem lehet, hogy magas a megállók ilyen kocsik lent az úton tömegközlekedést, meg fent a hídpályán csinálni?
oké, lehet, de hogy bizonyára valamit lehetne trükközni ezzel, de hogy, hogy az a, az eddigi tapasztalatom, hogyha van egy valami kérdés, akkor arra általában nem valami abszolút agyament dolog a legjobb megoldás. Mert amikor abszolút agyament dolgokkal kezdünk el operálni, akkor eljutunk egy olyan... szintre, amit ugye nagyon-nagyon nehéz követni, hogy jól átlátni, hogy így akkor mi az, ami tényleg működik, mi az, amire csak úgy érezzük, hogy működik, mi az Isten történik ebben a kereszteződésben. Én szerintem ez alatt átfér egy villamos. Alattam ennek a vezetékek. Olyan Isten nincsen, hogy ezen ne férjen át egy villamos. Szia Napsi! Jövök neked egy válasszal, csak a hétvége nem úgy alakult, hogy... hogy megfelelően és érdemben tudtam volna reagálni. Viszont ha minden jól megy, akkor a mai nap úgy fog alakulni, hogy megfelelően és érdemben tudok majd reagálni. Amit megírhattam volna, és elnézést, hogy nem írtam meg. Na, próbáljunk meg ide behúzni egy villamost. Mágnes vasutad van már? Van. Úgy gondoltam, hogy New Yorkban. New York nem... Tudom, hogy ez meglepő lesz, srácok, de New York egyébként közlekedési szempontból nem egy példaértékű... példaértékű település, vagy nem egy ilyen... Fú, mondjuk ehhez képest... Egy pillanatra nem nézek ide, mi történt? De mi történt egyáltalán? Mi ez a, ez a kereszteződés? Ez csak akkor működik, ha nézem? Van valami a sávokkal? Lehet, hogy ide jár mindenki körbefordulni. Jön a család, és így... Clearly nem, most nézed, és nem működik. Jó, azért látod, hogy ez... Oké, ez egy izgalmas kísérlet volt, többet akkor nem csináljuk. Jó, mintha mostanra már mocorogna valami. Oké, viszont most ez a rengeteg autó megy valahova máshova visszafordulni. Mennek a rohadékok mindannyian valahova máshova visszafordulni. Junction Simulator 2022. Mi is zárja a borospalasz tetejét? Mert az van itt is. Jó van, könnyű ám ottan üldögélni a kis kényelmes széketekbe, foteletekbe. És aztán így, szerintem... Itt, mintha bele ne dugulva minden. Nyilván én is látom. Bár egyébként kezd oldódni. Nekem az az érzésem, hogy kezd oldódni. Szerintem a megoldás az, hogy a kocsik kitiltva a városból. Lényegesen kevesebb autót kéne. Tehát, hogy ha lehetne, valami böszmen egy adót vetnék ki az üzemanyagra egyébként. Állítottam elsőbségadás táblákat, ja. És szerintem is menjenek bringával. Tehát, hogy ez a cél, hogy menjenek bringával. Aztán látjátok, hogy nem mennek bringával.
Oké, okay, elég sokan mennek így is bringával. Excuse me, én az ágyból nézem. Hát neked aztán nagyon jó! Egyébként tényleg nagyon jó, és örülök neki. Inkább tedd fixárassá a benzint. Azt kéne még fixárassá tenni a benzint. Így is már mínuszba vagyunk. Oké, okay, e között a kettő között biztos, hogy nagy a forgalom. És ebben a forgalomban sok személyautó is van. Ha ezt meg tudnánk csinálni... Oké, okay, csak egy új villamosvonalat, jó? Mindig, a villamosvonal mindig jó. A villamosoknak meg kell fordulniuk? Meg, ugye? Az baj. Jó, hát ezt az utat a kutya se használja, ugye? Oké, okay, sajnos nem igaz. Oké, okay, mindegy. Elkezdjük megcsinálni, és aztán majd kitaláljuk, hogy hogyan oldjuk meg a dolgokat. Tehát, vannak itt villamos megállók. Ezeket szeretnénk integrálni. Oké, okay, nem az történt eddig, amit szerettem volna, hogy történjen, de semmi baj. Ez lesz itt a szeméttelep megálló. Ide gyakorlatilag teljesen fölösleges, de majd bekötjük gyalog. Ide szintén teljesen felesleges. Ide abszolút szükséges. Olyannyira, hogyha azt egy kicsit arrébb raknánk, rakhatnánk kettőt is. Oké, okay, és hát eddig készült el az infrastruktúra. Milyen utca ez? Ez ilyen oda-vissza villamos sínes? Ezt mindenki imádni fogja. Oké, okay, és most kapaszkodjatok, mert most jön a bukfenc. Society look like outside of the concert halls of old Europe? Well, it's a good question. Not all of the members of old European society were famous music composers. Quite the opposite. The makeup of European society was roughly 20% pirates, 10% military generals, 50% chimney sweeps, and 20% music composers. Thanks for the message. And remember, you can always let us know your thoughts by email, as we have resolved our billing dispute with our internet. That's a kanyar. Yes, Ian, that's a kanyar if I see one. Tessék. Szemlélt van, és itt a játékban csak az úton mennek az autók. Szedd fel az autóutakat, és akkor nem lesznek dugók. Egyébként ez egyértelműen működőképesnek tűnik. Oké, okay, szóval ott tartottunk, hogy villamos útvonal. Hol van itt a közelben busz? Ahhoz kéne valahogy így hozzáigazítani. Nem szeretnék új vonalat. Onnan szeretném folytatni. Nem lehet az a kettő ugyanott? Nem? Jó. Ha nem, hát ki vagyok én, hogy... Jó, itt a világ végén még megáll a villamos, és elindulunk visszafelé. Jaj. És visszafele pedig megpróbáljuk ugyanoda letenni az állomásokat. Jó lesz ez, higgyétek el. Tévedte, slash hazudta Viktor, de nem ez a lényeg. Oké, okay, elteg, itt van infrastruktúra ahhoz, hogy ez a kettő szépen összeálljon, mint két kicsi legó. Oké, okay, amit sajnos viszont nem nagyon tud,
az megfordulni, ugye? Hogyan tudnánk szemielegánsan megfordulni ezzel a villamossal? Semmi baj, ilyet építettünk már. Nem kell nagyon elegánsnak lennie. Körforgalomban egy kis forduló. Lehetséges az egyáltalán? Oh no, mert most utálom a projektet. Pedig még el se kezdtem. Van kép a bicajról? Hát nekem van képem a bicajomról, igen. Publikusan nem tudom, lehet, hogy Discordon küldtem. Oké, kapaszkodjatok, mert ami történik, ez történni fog tovább is. Oké. Oké, neked ott mi a problémád feltétlenül? What's the issue, my dear? Oké, mindegy. Én érzem, hogy ez működni fog. Még akkor is, ha senki más nem bízik bennem. Nem kikapcsoltam ezeket a kapcsolódó pontokat? Vastag a kerek és nehéznek tűnik. Hát ezek a gravel bike-ok, ezek ilyenek, igen. Ezek ilyen dolgok. Ezeknek ilyen vastag a kerekük. Azt hiszem, ez lesz az, amiről nem beszélünk majd az unokáinknak, jó? Az én netem szerintem nem halt meg, szóval remélem, hogy a te neted halt meg. Szóval az van, hogy ez egyébként, ez egy tök jó gondolat, amit építek, csak nem annyira egyszerű a megvalósítása, jó?
Oké. Okay. Itt tartjuk bent a T-Rexet! Oké, okay, szóval ott tartottunk, hogy meg kéne fordulni a villamosnak. Oké, okay, szerintem ez nem jó. Jó, ez nem jó. Próbáljuk meg máshogy. Ja, szerintem ez itt annyira nem jó. Nem arra mennek ezek a villamosok, amerre kéne nekik menniük. Azzal ott, annak ott mi baja vajon? Na, már értem, hogy mi baja. Oké, okay, egyezzünk meg abban, hogy ez papíron jól nézett ki. Nem kell most arra hirtelen azt mondani, hogy mi papíron ez jól nézett ki. Egyezzünk meg abban, hogy ez papíron jól nézett ki. De egyébként nem néz ki annyira jól. Na veled mi van itt egyébként? Te miért maradtál nyomorék? Tessék. Oké, okay, na ez nem volt annyira jó. Ezt megpróbáljuk máshogy. Biztos vagyok benne, hogy lesz nagyon-nagyon sok más opció arra, hogy ezt megcsináljuk úgy, mintha, értitek, mintha láttunk volna már villamost a valóságban. Oké, okay, szóval milyen lehetőségeink vannak még ezzel a dologgal kapcsolatban? Ugye az a helyzet, hogy nagyon hosszú úton kéne, ami ráadásul hála az égnek a Super Giga meg a kedvenc Cross Diamond whatever kereszteződésünkbe vezet, ami szintén nem teszi feltétlenül sokkal könnyebbé a helyzetünket és az életünket. Működne nyilvánvalóan az, hogyha kívül fordítanánk meg a villamos, de mik vagyunk mink? Vagy van még egy viszonylag egyszerű ötletem. Mondta Viktor, és aztán valószínűleg megint a földbe állított mindent. Na. Ezt magyarázzátok meg édesanyátoknak, amikor hazaviszitek. Bemutatni. Miért más az út? Gondolom, mondanom se kell, hogy a villamosok innentől kezdve valószínűleg nem fognak bemenni abba a kanyarba. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ha viszont egy villamosunk van, aminek be kéne menni a kanyarba, az ne tudna bemenni a kanyarba. Oké, okay, szóval szeretnék innen... Uh-oh. Oké, okay, semmi baj. Akkor van egy villamos útvonalunk, ami nem működik. Actually kettő is. Jó, ezeket kiszedjük. Kinek kellenek nem működő villamosjáratok? Jó, és elkezdünk építeni egy villamos útvonalat. I have you covered. Shining Shroom, köszi szépen a 30. hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Hát mekkora flash lenne, ha ennek más lenne a színe. De hogy én innen szeretném indítani, azt szeretném,
ha ugyan oda állnál meg. Olyan hatalmas kérés az. Hogy lehet azt ott megcsinálni? Hopp, összeomlott egy ház. Ja, it wasn't me. Oké, itt sokáig nem volt megálló, és aztán ide tettünk egyet. És aztán tettünk egyet ide. És aztán tettünk egyet valahova ide. Ó, micsoda bűnözés, meg szemét, meg mit tudom én, problémák. De semmi baj, mert Viktor villamos útvonalakat tervez, szóval... Hagyjátok csak békén. Na és akkor most figyeljetek, mert most hozzuk ide vissza, úgy. Oké. Oké, ez itt így még egyenlőre nem teljesen jó, de egész jó. És akkor most jönne a bukfenc. Szeretném, ha lenne ide, szeretném, ha lenne ide. Szeretném, ha ott megfordulnál. Siker! Siker, srácok! Összeraktuk a villamos útvonalat, amit szerettünk volna, és nem kellett hozzá semmi más, csak ez itt. Ami miatt nyilván minden dugóban áll. Oké, akkor. Na, erre várjatok gombot, villamosok. És ráadásul meg tudjuk mondani a villamosoknak is, hogy merre mennek, szóval... Ti arra jöttök. Innen lehet menni arra. És arra. És... Innen lehet menni arra. Innen lehet menni arra. Innen lehet menni arra. Ti itt nem is lehetnétek, mert itt nincs ennyi sín. Alulat kiütöttem a sínt, ugye? Aha, alulat kiütöttem a sínt. Jó. Hogyan lehetne, hogy te ne legyél itt? Az az érzésem, hogy te igazából nem is vagy itt amúgy. Oké? Okay. Jaja, ennek itt időbe fog kerülni, hogy kiszortolja magát, ami itt történik. Főleg, mert szerintem beglitchelt egy halom villamos. Nyilván, alapvetően a villamosoknak nem tesz jót, ha kirántjátok alóla az utakat. Igen, ez bizony így van. Vannak egyes villamosok, meg vannak hármas villamosok. Ez mi az Istentől függ vajon? Oké, mindegy, ez most nem ez a kérdés, ez a kérdés. Aj, az az érzésem, hogy epizódról epizódra nem haladunk sehova. Egyébként ez nem igaz, mert az előző epizódnak a végén az volt az érzésem, hogy haladtunk egy csomót, de közben ezt a várost belülről nem tudom megoldani. Arról nem is beszél, hogy itt mi történt. Time to say goodbye. Tényleg egy ideje nem néztem az időt. Hogy a hármasnak a középső kocsiját kitörled. Aj, nagyon rosszul állunk. Tovább képzésre kéne mennem. Mi az Istent lehet csinálni ilyenkor már? Lehet, hogy nem kéne alapvetően egy ennyire dense... Ó, oh, az, hogy minden áll mindenhol. Ah. That's... stunning. 13 cash minusz, ez nem baj. Per se. Hála az égnek, elég sok pénzünk van. Ó, oh, ezt nézzétek. Steelkép. Steelkép materiált látok. Steelkép materiált látok itt, azt hiszem összejönni. Meg is nyomtam a pedált.
Szerintem van ez a játék már VR-ban. A VR-ban, nem? Na nézzük, hogyan hömpölyögnek a kukás autók. Imádom egyébként, hogy azért, mert ennek nagyon-nagyon kicsi az áteresztő képessége, ezért a kukás autók nem tudnak egyszerre kihömpölyögni a városra. Ami azért nagyon izgalmas, mert... Szia, Eszter! Ebben a játékban is van clear gomb. Hát van. De hogy milyen kis ígéretesnek indult ez a város? Voltak olyan pillanatai, amikor ténylegesen azt hittem, hogy működni fog a közlekedés. Nézzétek meg, vannak részei, amik csodásan működnek egyébként. Ez a rész itt, ami nem teszi. Ez itt nagyon... Ez itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon intenz. Nem lehet leszállni a földre és sétálgatni az utcánkon? Nem. Az IRL városokban sem működik mindig, ne csüggedj. Oké, ez most jól esett. Szerintem ez az új vonalunk. Estére mi a terv? D&D. D&D, nem ezen a csatornán. És holnap este lesz a Crusader Kings, azóta leszerveztük. Úgyhogy ja, ma a D&D, holnap este Crusader Kings. A többit meg kitalálom, meg összeírom, meg mit tudom én. Star Juvelit még nem beszéltük át. Nagyon sokat várok ettől. Ettől az emberkétől, de, vagy ettől a villamosvonaltól, de jelenleg nulla ember van rajta. De hazafele már lesz. Ó, azért, mert van közvetlenül előttünk egy másik szerelvény. Ami szintén nulla ember van. Ide ilyen tramtrain kéne, mert nagyon sokat utazik. Oké, nem baj. Kicsit mínuszban vagyunk. De hát ki nincs mínuszban igazából. Viszont csökkent az igény az ipari zóna... csökkent az ipari zóna igény. Szóval értitek, az is valami. Viszont, hogy a clear gomb feletti gomb az nem egy kevesebb autó legyen a városban? Hát de miért legyen kevesebb autó? Ja, ez az automatic vehicle despawning. Ez egy kicsit kényelmesebbé teszi egyébként. Tehát hogyha... Ha nagyon be van akadva egy autó, akkor diszponolja, de hát ez ilyen easy-peasy dolog, úgy mindenki tud várost építeni. Mi itt a keményebb irányokat próbáljuk. Kanapén leszel megint? Ja, biztos vagyok be, igen. Igen, nem tudok még végigülni 3 órát, vagy nem akarok. Olyan jól halad ez a felépülés, nem akarom én ezt elrontani. Olyan chilles ott a kanapén D&D-zni. Kirakom a Yetit. Ott jön a Yeti nagy... Neki szájában kis gyerek integet. Tegye fel a kezét, aki számított ma erre a nótára. Hát Buba, szeretnék visszaépíteni a városokat. Arra gondoltak, hogy te veled építetnék vissza, ilyen erős gyereknek tűnsz. Cementes zsák, ilyesmi, meg se kottyan. Na és akkor innentől jön a szuper izgalom, hogy ugye itt mi mehetünk tovább, de senki más. Súp, mi innen beszuppanunk oda, súp. És zúzunk haza. Én szerintem ennek az útvonalnak jónak kéne lennie.
ennél a megállónál kéne építenünk, erre valaki majd szóljon, innen kéne építenünk zebrát át. Ezt a ezt a forgalmat, ami itt megy kéne. Nézzétek azokat a kukásokat! Kukás Geleszta! Már megint egy helyen van a... Nem dönthető a Super Streamer széket? De dönthető, de az nem úgy adja ki a geometriát. Kipróbáltam. Nekem is ez volt az első gondolatom egyébként, de nem... Nem jól tartja a derekamat, hogyha el van döntve fekvő helyzetben, hanem akkor így a derekam így hátra van csavarodó, és akkor pont úgy csípődik össze, ahogy nem nagyon, nagyon nem jó. Na, én szeretném megnézni, hogy hányan utaznak azon a villamoson, szóval tessék elkezdeni hozzám beszélni. Ó, tele van! Nagyon jó. Az egy nagyon-nagyon jó jel. Azt, hogy ez a villamos tele van, az nagyon-nagyon jó jel, mert az azt jelenti, hogy össze tudjuk kötni a város két részét. Amit egyébként megtettünk már metróval is, de szemmel láthatóan elfelejtettem egyébként. Tényleg elfelejtettem. Szóval ez az egész villamos projekt nem volt annyira fontos. Ja, ha el lenne fektetve egyébként a szék, akkor sem látnátok, akkor viszont sehol máshol sem látnátok. Oké, hát ezt a villamosvonalat gyönyörű szépen megépítettem, de hogy közben ennek van egy metrója, ami ugyanezt csinálja, nem? Hát nem, azt az így a belvárost köti be. Egy pillanat és megyek, Máriuk, és teljesen igazad van, csak... Nem, igazából más részeket köt be a metró, meg máshogy köti be a metró. A metrónkat nem használják nagyon sokan. Miért nem használják? Miért használják a metrónkat? Nagyon-nagyon kevesen használják a metrót. Nem olyan kevesen, mint a buszokat. Ami azért nagyon durva, mert iszonyatosan kellemetlen forgalmat okoznak. Revizionálnunk kell a teljes tömegközlekedésünket. Biztos vagyok benne, hogy a teljes... Tudjátok, mint a következő City Skyline streamre átnézem a tömegközlekedés, mint olyat. Vannak átfedései, de egyébként nem olyan nagyon-nagyon erős átfedések. Á, most látszik, hogy működik az unbunching. A tömegközlekedési járművek pluszba várnak unbunching címen, miután befejezték. De hogy attól is bunching lesz, csak máshogy. Rá kell néznem a public transportra, és szerintem revizionálnunk kell a teljes public transportot. Főleg ezzel a villamos vonallal, amit most iszonyat kemény melóval kialakítottam. Ezzel gyakorlatilag szemen köptem mindent, ami eddig történik. Tudjátok, mi a durva egyébként? Hogy ez a városrész meg csak így van. Mert hogy így, ez a városrész csak így van. Oké, kicsit piros, de hogy értitek, nem okoz semmilyen... What? De hogy itt konkrétan nincs, értitek? Nincs egy egyenes út, ami... Nem ott van egyébként a probléma. Ezen a városrészen szerintem nincs jelentős probléma. Nincs gyakorlatilag egy egyértelmű útvonal, amin át lehet rajta menni. Minden egyirányú, mindenhova. Lehet, hogy ezt kéne tennem. Ezzel a városrészsel kell csinálnunk valamit. Nem fogjuk tudni innen kívülről megpiszkálni. Ezek a körforgalmak nem okoznak elég változást. Belül szemét probléma van. Hát többek között. Na mindegy, srácok. Többet kell tanulnom a City Skylines-ról, hogy hogyan lehet ezt megoldani, mert itt aztán most már olyan problémák vannak, hogy ihalja, csuhalja. Bár egyébként közben pluszban vagyunk pénzben megint, szóval lesz miből fizetnünk a következő összeomlást.
És a lehető legtöbb embert kéne tömegközlekedésre átterelnünk. Meteort kell dobni. Egyébként lehet, hogy ezt kéne csinálni. Lehet, hogy el kéne engedni, megállapítani, hogy nem megy. Nem csinálunk ilyet. Tudjátok, miért nem csinálunk ilyet? Tudjátok, miért nem? Mert nem vagyunk pudingok. Az lett a mentésem, hogy stream vége puding. Szóval, hogy nem vagyunk pudingok. Na, szép további szép napot mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, keresünk valakit, aki trédelünk. És este nem lesz itt ezen a csatornán stream, a Fun with Geeks csatornán, ami azt jelenti, hogy ha Dave streamel, akkor oda rédelnénk. De valószínűleg Dave már nem streamel. Vagy legalábbis én már nem szoktam ilyenkor látni Dave-et streamelni. Én nem tudom egyébként, hogy miért van ennyi autó. De puding vagy. Te vagy már a puding! Ukrajnába sem mész dolgozni! Nem bírja a programozó a szántást, mi? Dantes. Menjünk Danteshez. És valószínűleg nem is szántani kéne, hanem cementes zsákot pakolni. Szükségük van a segítségedre! Na, mindenkinek további szép napot. Vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok egymásra. És ezen a csatornán holnap délelőtt találkozunk következőre, de ettől függetlenül lesz adás este a Fun with Geeks csatornán. Hatalmas királyok vagytok tényleg. Köszönöm szépen. Sziasztok! VOD csatorna, VOD csatorna, VOD csatorna, VOD csatorna. Ott lehet visszanézni a vodokat. Mind.